Tisztelt emlékező közönség! Szeretettel és megbecsüléssel köszöntjük kedves minnyájukat itt Nyíregyházán. Toma András az utolsó magyar volt hadifogoly emlékére elhelyezett emléktábla hivatalos leleplezésén avatásán. Engedjék meg, hogy ünnepségünkön külön tisztelettel is köszöntsem Halkoni dr. Rudolf Évát, Nyíregyháza megyőgúváros alpolgármesterét, Csabai Lászlónét, Nyíregyháza megyőgúváros volt polgármesterét, Toma András még élő rokonságát, testvérét, Annát. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világ régi esett földeké, s megint külön a kutyaónak csöndje. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. Kedves hozzátartozók, tisztelt megemlékezők, diákok, képviselőtársaim, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy Nyíregyháza megyei jogváros önkormányzata nevében szeretettel köszöntsek mindenkit, aki a mai napon azért jelent meg itt, hogy lerója kegyeletét az utolsó magyar hadifogoly, Toma András emléke előtt. Itt állunk a Virág utcában fejet hajtva, de ez az emléktábla és az üzenet, amit közvetít, szívünk dobbanása túlszárnyal országunk és Európa határain. Az egész világnak üzeni, hogy ebben a történetben az emberi méltóság és az egyetemes emberi jogok olyan fokon sérültek, amit már lehetetlen jóvá tenni, kárpótolni. Lehetetlen szavakkal leírni azt a közel 56 évet, amit a hazájától távol töltött. A hosszú évtizedek alatt családját, barátját, barátjait és hazáját nélkülöző Toma András hazatérése után látogathatta meg testvéreit. A hozzátartozók elmondása szerint 10 évvel ezelőtt, november 15-én pontosan ugyanilyen szép nap volt, ugyanilyen szép idő volt. Én vagyok a hugod. Pandi. Anna. Én vagyok az Anna, aki 1 éves volt. Történetéből erőt meríthetünk, rendkívül izgalmas és rendhagyó életútjából igaz magyarságtól árad. Kérem, kedves barátaim, kedves katonák, gondoljanak a saját esküjükre, hogy életük árán is megvédik hazánkat. Gondolják el, hogy egyik katonatársuk, sorstársuk, bajtársuk 55 éven keresztül a volt Szovjetunió területén, ebből 53 évet eltöltve a Kotyelnicsi Elmegyógyintézetben egyetlen másodpercre nem adta fel magyarságát. És kedves ünneplő nyíregyháziak, gondoljanak bele abba a mondatba, amit a világ utolsó ismert magyar hadifogja, Toma András mondott, amikor 2000 júniusában először meglátogattuk őt. Ott ült egy pici kamera előtt, és összefüggéstelenül beszélt sok-sok mindent. De kivetné rá az első követ azok után, hogy több mint fél évszázadot eltöltött nyomorúságos körülmények között, többségében pszichiátriai betegek és bűnözők között. És aztán a legelső mondat, a létező legelső mondat, amit mondott. 70 méteres házat gyártottak tejbe kövencék. Mi a magyar történelem könyvek része. Olvasni fogunk róla, mint Farkas Bertalanról, az űrhajósunkról. Olvasni fogunk róla, mint a magyar történelem megkerülhetetlen szereplőjéről. Tíz éve van bennem a gondolat. Szerencsés volt ő? Igen, az volt. Mert gondoljunk bele, hogy sok százezer honfitársunk nem térhetett haza a második világháborúban. Szerencsétlen volt ő? Igen. Hiszen melyikünk az, aki 55 évet egy nyomorúságos elmegyógyintézetben
kibírt volna. Hat és fél évvel ezelőtt. Nem Toma András rokonai jöttek el, és nem Toma András temették el. 6,5 évvel ezelőtt a magyar történelem egy része távozott közülünk. 6,5 évvel ezelőtt az özvegyek és az árvák temették el saját férjüket, apjukat, nagyapjukat, saját rokonokat. Itt állunk most, a Virág utca 2 hét előtt. Ő hívta ezt így, nem 27-nek, 2 hétnek. Egy ember, aki mindvégig rendületlenül volt hű hazájához. Hazadnak rendületlenül. Mi van, hogy van tovább? Légyhírog magyar. Bősidod magyar sírodik. Magyar parat akar. Mi ez? A nagyvilágon egy hívjuk. És ez számadra hely. Adja a gyere, sosszor az ítélet hallott ki. Kedves katonák, kedves ünneplő közönség, kedves nyíregyházi városi vezetők és kedves család. Éljék úgy az életüket, hogy elmondhassák és büszkék legyenek rá, hogy volt önök között valaki, aki ennek a városnak a polgára, és aki meggyőződésem, hogy rengeteget tett nem nyíregyházáért. Nem a Virág utca 2 hétért, hanem Magyarországért és minden magyar emberért.